Érdeklődő gimnazisták hallgatják Alina Uraszbekovát a rendhagyó órán. Sokuk számára ez volt az első alkalom, hogy orosz anyanyelvű előadótól tanulhattak. A Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban 15 évnyi szünet után 2013-ban kezdtek újból orosz nyelvet tanítani az angol és a német mellett. Az elmúlt esztendőkben nagyszerű sikereket értek el a vasvárisok, több versenyen is részt vettek, és kétszer jutottak be az országos döntőbe. Az iskola volt közül többen tanulnak a Debreceni Egyetem és az Eltesz Logisztika szakán. Az orosz kulturális központ munkatársa most segítséget nyújt további terveikhez. Négy éve tanulom a Vasvári Pál Gimnáziumban az orosz nyelvet, ez alatt a négy év alatt már rengeteg versenyre eljutottam, ami rengeteget hozzátett az, az orosz tudásomhoz, és szerencsés vagyok, mert Szentpétervára is eljuthattam. Valamint nagyon szívesen leérettségiznék oroszból, és ez a legnagyobb célom. A nyelvtanároknak nem csak Budapesten, hanem Oroszországban is szerveznek továbbképzéseket, ezzel is segítve a középiskolákban folyó munkát. Hazánkban mintegy 150 intézményben tanítanak oroszt, Nyíregyházán az egyik a Vasvári Pál Gimnázium. Abból a célból, hogy a diákok minél jobban megismerjék az orosz nyelvet, az ottani kultúrát, az intézmény utazásokat is szervez, korábban Moszkvában, idén-nyáron pedig Szentpéterváron volt egy csoportjuk. A végzős diákok fontos célokat is kitűznek maguk elé. Az orosz kulturális központ Budapesten a tani folyamán havonta rendez módszertani szemináriumokat oroszország vezető tudósaival, akik minden hónap utolsó szombatján érkeznek és segítenek a tanárok továbbképzésében. Évente májusban nagy konferenciát szervezünk az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításáról, ahová az idén 150 tudós érkezett a világ 15 országából. Az orosz vendég az órákon a hagyományok bemutatása mellett beszélt a Budapesti Kulturális Központ működéséről, az ottani versenyekről, az oroszországi nyelvi képzésekről és a továbbtanulási lehetőségekről is. Nem érkezett üres kézzel, ajándékkönyveket hozott a gimnazistáknak, és látogatóba hívta őket Budapestre, hogy ott is gyarapíthassák majd nyelvtudásukat.